A 32. Zsoltár 8. versében azt olvashatjuk, hogy bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Hogy hogyan is történik ez a hétköznapokban, arra hadd mondjak el egy olyan példát, amit nem olyan régen hallottam, ez egy igaz történet. Az egyik barátunk Ausztráliába készült meglátogatni a testvérét, és már októberben megvette a jegyét január végére. Akkor még nem tudta, hogy Ausztráliában rettenetes bozott tüzek lesznek, és amikor az indulásnak az ideje következett, akkor nagyon sokat töprengett Zsuzsa azon, hogy elinduljon-e, de mégis imádkozva merte vállalni a kockázatot, és épségben megérkezett, és csodálatos napokat töltött együtt a testvérével, és amikor közeledett a visszatérésének az ideje, akkora viszont a koronavírus volt az, ami Ausztráliában is felfordította az életet. És így felmerült a kérdés, hogy a március végére vásárolt visszajegyet esetleg eltolják 2 hónappal későbbre. Kínzó mérlegelések következtek, és mindenki azon gondolkodott, hogy mi volna a legbiztonságosabb és a legjobb. És már csak egy nap volt hátra, addig, hogy a jegyét még veszteség nélkül áttetethesse 2 hónappal későbbre. De akkor a Zsuzsa már szinte meghozta a döntést, amiben támogatták a rokonai is, hogy ott marad még tovább. Viszont az utolsó pillanatban meghallott egy információt, ami átértékelt mindent, és így az utolsó géppel megérkezhetett Magyarországra. Amikor ezt a történetet hallottam, ami azt hiszem, hogy még a részleteiben még inkább érzékelteti a helyzetnek a drámaiságát, fordulatát, és azt, hogy az ember a döntéseiben mennyire bizonytalanná tud válni, és milyen sokat jelent a belső isteni késztetés, akkor rögtön az jutott eszembe, rögtön ez a Biblia szöveg jutott eszembe, hogy aki Istenre hallgat, aki naponta keresi Istent, azt ő tudja a szemeivel tanácsolni. Ami egy halk folyamat, de csak annak az életében történhet meg, aki valóban Istenre figyel. És ebben az Istenre figyelésben segítenek a naponkénti Biblia tanulmányok. Egyikünk sem tudja, hogy mit hoz a jövő, de Isten igen, és ő a legjobbat akarja számunkra, hogyha hallgatunk rá. És a veszélyek között különösen felértékelődik az ígérete, hogy a szemeimmel tanácsollak téged. Hála Istennek, hogy rábízhatjuk magunkat.